A rendszerváltoztatás utáni történelem nagyon fájdalmas és keserű napja volt 2004. december 5-e. Mindez azért, mert egy demokratikus keretek között tartott népszavazás alkalmával ellentét keletkezett a nemzetről való gondolkodásban. A végeredmény egy érvénytelen népszavazás lett. Nem kellett sokat várni néhány évet ezután, hogy kiderüljön, hogy az a kormány Gyurcsány Ferenccel az élen, akik a honfitársaink ellen úszítottak minket, és a rosszabbik énünkre hatottak. Ezt a kormány gyakorlatilag elsöpörte a történelem, és remélem, hogy nem is hozza vissza. A feszültség az akkor hatalomra került Gyurcsány Ferenc és az őt támogató SZDSZ tábora és a patrióta nemzeti nagy tömegű emberek között keletkezett. 17 év után még mindig van olyan politikai erő, amely uszít magyart magyar ellen, hangsúlyozta Hoppál Péter, fideszes országgyűlési képviselő. Nem az lenne a legfontosabb feladatunk, hogy 10 millióként kisebbek vagyunk, de 15 millióként erősebb világnemzetnek érezzük magunkat. Nem az lenne a feladatunk, hogy szolgáljuk az egységet, hogy azt a szimbolikus gesztust megtegyük, hogy egy állampolgársággal ők is újra Trianon után 100 évvel a nemzet testének részének érezhetik önmagukat. A kétharmados Fidesz-KDNP parlament megalakulásakor éppen ezt a sebet igyekezett gyógyítani a könnyített honosítási eljárásról szóló törvény, tette hozzá a politikus. Ezzel visszakapták a határon túli magyarok az állampolgárság felvételének lehetőségét. A 2019-ben alakult Pécsi Polgári Közösség fáklyás megemlékezést tartott a magyarság összetartozása hangsúlyozása érdekében Pécsen a Trianon keresztnél.